A mesterséges intelligencia végre lehetővé teheti, hogy beszéljünk az állatokkal. Az emberiség évszázadok óta próbálja megérteni és megfejteni az állatok nyelvét. Az emberi kultúra tele van olyan mesékkel és legendákkal, amelyekben állatok beszélnek, vagy érthetően kommunikálnak velünk. De mi a valóság? Mennyire vagyunk közel ahhoz, hogy valódi kommunikációt létesítsünk az állatokkal? A válasz a mesterséges intelligenciában és a modern technológiában rejlik. Az állatok közötti kommunikáció rendkívül változatos és összetett. Minden állatfaj saját nyelvet használ, amely gyakran vizuális, hangbeli vagy szaglási jeleken alapul. Például a méhek táncolnak, hogy a többi méhek megmondják, hol találnak nektárt, míg a delfinek ultrahanggal kommunikálnak egymással. Az emberek hosszú ideje kutatják az állatok nyelvét és kommunikációját, de ez mindig is egy bonyolult és nehezen megértett terület maradt. Az emberi nyelvet a beszélő faj specifikus nyelvként tartjuk számon, melyet más állatok nem értenek vagy nem használnak. De mi lenne, ha módja lenne annak, hogy áthidaljuk ezt a kommunikációs szakadékot? A mesterséges intelligencia forradalmi eszközöket kínál az állatokkal való kommunikáció kutatásában. Az MI olyan algoritmusokat és gépi tanulási módszereket alkalmaz, melyek segítségével megérthetjük az állatok nyelvét, legalábbis bizonyos szinten. Például számos kutatócsoport fejlesztett olyan rendszereket, amelyek képesek értelmezni és lefordítani az állatok hangjelzéseit, például madarak dalait vagy delfinek sírásait. Az egyik forradalmi példa erre a területre a delfinekkel való kommunikáció kutatása. A Dolphin Communication Project nevű kezdeményezés olyan MI alapú rendszert fejlesztett ki, amely segít az embereknek megérteni a delfinek ultrahangos kommunikációját. Ennek révén a kutatók képesek voltak beszélgetéseket kezdeményezni és értelmezni a delfinekkel, bár ez még mindig korai stádiumban van. Az MI alkalmazás más állatfajokkal is bővül. Például az elefántok ultrahangjait is képesek értelmezni bizonyos rendszerek, és ezen keresztül megérteni az elefántok közötti kommunikációt. A mesterséges intelligencia alkalmazása az állatokkal való kommunikáció terén óriási lehetőségeket kínál. Bár még mindig sok a megoldandó probléma, az MI által kínált eszközök és technológiák hatalmas potenciált rejtenek magukban. A lehetőségek közé tartozik az állatokkal való mélyebb és tudatosabb kommunikáció, ami segíthet az állatok jobb megértésében és védelmében. A természetvédelem területén az MI lehetővé teszi például a vadon élő állatok viselkedésének megfigyelését és a korai veszélyek felismerését. Az ember-állat interakció területén az MI segíthet a háziállatokkal való kommunikációban is. Például a hangfelismerés és gépi tanulás alkalmazása révén egyre jobban megérthetjük kutyáink és macskáink jelzéseit és igényeit. Összegezve, a mesterséges intelligencia valóban lehetőséget teremt arra, hogy közelebb kerüljünk az állatokhoz és jobban megértsük őket, habár még mindig sok a megoldandó kihívás és kutatás szükséges ezen a területen, az AI forradalom új kapukat nyit az állatokkal való kommunikáció és az ember-állat kapcsolatok terén. A jövőben talán képesek leszünk valódi párbeszédet folytatni az állatokkal, ami mélyebb megértést és jobb együttműködést eredményezhet az élővilág és az emberiség között.